óriási büszkeség nekünk, és mivel a városunk 150 éves, és pont 150 km a budapesti szakasz, ez egy óriási ünnep a versenynek is, Budapestnek is, és a kerékpáros közlekedésnek is. A városi kerékpározás egy zöld élhető városnak egy nagyon fontos eleme. Azok is profitálnak belőle, akik egyébként soha nem ülnek bringára, hiszen egyre több bringás, egyre kevesebb autó, és ezért széleskörű szakmai konszenzus van abban, hogy a városi kerékpározás részvonyát kell növelni. Én ma egy bubiba elmegyek, tehát egy közösségi bringával, csak azért, hogy bebizonyítsam azt, hogy ezek a bringák is nagyon jók, és egyébként a bubi nagyon népszerű. Remélem, hogy a mai verseny után még népszerűbb lesz. Ezek Budapest legszebb helyei, talán a világ legszebb helyei, hagyj legyen elfogult egy főpolgármester, hiszen a megújult Lánchídon fogunk átmenni a Váron, a Pesti alsó rakparton, szóval azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, hogy ez a város, ez az ország milyen gyönyörű, és persze a vidéki színhegyek is fantasztikusak voltak, de azt gondolom, hogy a koronát mégis a Budapest teszi föl a versenyre.